A DK az Európai Bizottsághoz fordul, hogy Pól Péter jobbkeze ne lehessen kúria elnök. Döbbenetes, hogy az Orbán kormány az ügyészség megszállása után Pól Péter jobbkezét Vargazsolt Andrást akarja kinevezni a kúria elnökének. A DK már Varga Zsolt András igazságügyi bizottságban történ meghallgatása után jelezte, hogy minden nemzetközi fórumon meg fogjuk támadni a botrányos jelölést. Ma beváltjuk az ígéretünket. Sem mi, sem Európa nem nézheti tétlenül, hogy az Orbán kormány minden jogállami elvet és a hatalmi ágak szétválasztásának elvét is megsértve egy fideszes ügyészt akar a legfőbb bírói hatalom birtokosává tenni. Egyetértünk az Országos Bírói Tanács határozatával, miszerint példátlan, hogy olyas valaki vezesse a legfelsőbb bíróságot, aki maga soha nem dolgozott bíróként. A demokratikus koalíció az Európai Bizottsághoz fordul, hogy Paul Péter jobbkeze ne lehessen kúria elnök. Előre figyelmeztetjük a Fideszt, hogy az Európai Bizottságnak jogában áll, hogy azt kérje a magyar kormánytól, függesszék fel ezt a pártállami kinevezést. Emellett tájékoztatjuk a Velencei Bizottságot is a történtekről. A DK szerint Paul Péter jobbkezének semmi keresni valója nincs semmilyen bíróságon, nemhogy a kúria elnöki székében. Ilyet dél-amerikai banánköztársaságokban lehet csinálni, Oroszországban és Türkmenisztánban lehet csinálni, de Európában nem lehet. Nem titok, hogy Vargasolt András ezer szállal kötődik Polt Péterhez és a Fideszhez. Ő már akkor az Orbán rendszer része volt, amikor az első kormány alatt az ügyészség futni hagyta a fideszes bűnözőket. Például olyan ikonikus ügyekben, amelyekből legtöbben ma már csak arra emlékeznek, hogy Kaja Ibrahim, Ezüsthajó Kft. vagy épp a 12 állami gazdaság ügye. Varga Zsolt András még pár nappal ezelőtti parlamenti meghallgatásán is szószént azt mondta, hogy nagyon sokat tanult a legfőbb ügyésztől. Köszönjük szépen! Éppen ez a bajunk. Ha ő lesz a kúria elnöke, akkor az olyan lesz, mintha nem csak az ügyészt, hanem a bírót is Polt Péternek hívnánk. Egyetértünk ezért az Országos Bírói Tanács határozatával, miszerint példátlan, hogy olyas valaki vezesse a legfelső bíróságot, aki maga soha nem dolgozott bíróként. A Demokratikus Koalíció az Európai Bizottsághoz fordul, amiért a Fidesz Vargasolt András szeretné kinevezni a kúria elnökévé. A DK szerint Polt Péter kezének semmi keresnivalója nincs semmilyen bíróságon, nem nemhogy a kúria elnöki székében. Nem fogjuk hagyni, hogy Polt Péter legyen az ügyész és a bíró is Magyarországon, ezért ez semmi, sem Európa nem fogja tétlenül nézni.